Sárgán virágzik a repce, jöjj el hozzám minden este, jöjj el hozzám, csak lassan járj, mert nagyon vigyáznak én rám. Autentikus népi dallam köszöntötte Tahitót falu legújabb látványosságának ünnepélyes megnyitóját. A Tegyünk Együtt Tahitót faluért alapítvány megalapítása 2003 óta sok sikeres kezdeményezés és akció megvalósítója, ezúttal a Tahitót falui faluház hagyományőrző szobájának avatójára invitált. Egy kiállítás célja az, hogy állandó helyet adjon az összegyűjtött tárgyaknak, legyen az ismeretszerzés, a tudásátadás, oktatás helyszíne, és váljon egyfajta kulturális közösségi térré. A kiállítást megnyitó Vacó Zoltán, az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke megnyugvással állapította meg, hogy a TETA egyik lelkes tagja, a tavaly közülünk eltávozott Rainer Gabriella is megelégedéssel nézné most munkájuk végeredményét. Gabi néni, Gabika álma most valóra vált ezzel a kiállítással. Ha élne, nem hagyta volna, hogy ennyi időt elvacakoljunk a terem berendezésével, a munka oroszlán részét elvégezte volna, és szokása szerint a hátsó sorban állva hallgatná ezt a beszédet, kezében egy teáskancsóval. Remélem, onnan fentről, mosolyogva, büszkén tekint le ránk, és hallom, már tesz is fel a kérdést, a másik terem berendezésének mikor fogunk neki kezdeni. Ezzel a kiállítással rá is emlékezünk. Kérem, aki még nem tette meg, olvassa el majd a róla szóló írást a bejáratnál. Nevezetes esemény egy hagyományait gondozó közösség számára, egy kiállítóhely kapujának megnyitása. A települések helytörténetét bemutató kiállítóhelyek hálózatának térképén most egy új pont válik láthatóvá, a Tahitót falui falutár. A magyar kultúra itt, közvetlenül körülöttünk, bennünket érintően a legszűkebb hazánkban épül, itt, Tahitót faluban, és a helyre ráközelítve, itt, e kiállításban. A Tegyünk Együtt Tahitót faluért alapítvány csak adományokból és pályázati pénzekből tartja fenn magát. Tevékenysége számos területre terjedt és terjed ki. Közülük is az egyik legfontosabb, a környezetvédelem, sport és szabadidős tevékenység segítése mellett Tahitót falu kulturális értékeinek megőrzése, ápolása, kiállítások és kulturális programok szervezése, a faluházba hagyományőrző eszközök, emlékek gyűjtése. A hagyományőrzőkör tagjai a most megnyílt kiállítás tárgyait zömmel a faluban élő idős emberektől kapták, a múlt emlékeiről leltárt készítettek, és méltó módon helyezték el közszemlére a faluházban. Minden tárgynak van meséje. Ki készítette, ki használta, honnan került ide? Ezt a legtöbb esetben nem tudjuk. Azonban mindenkiben szabadon megszólalhat mindaz, amire a tárgyak nézése során gondol. Kinek vagy minek a hangja jut eszünkbe? A kovácskalapács csengése, a fűrész zaja, az igásló nyerítése. Érezzük a friss fűrészpor vagy a szalma illatát? Szánkban van-e a must vagy a friss kenyér íze? Mindenki saját emlékeivel bővítheti a kiállítást, és ha mindezeket el is mondjuk ezen a helyen egymásnak, megvalósul a tudásátadás, és kialakul a közösségi tér. Ezért tehát a kiállítás sokkal gazdagabb, mint összehordott, szépen elrendezett használati tárgyak halmaza. Múzeumban kiállításra tárgyakat nézni megyünk. Ezeket a tárgyakat túlélőknek kiáró tisztelettel kell csodálnunk. Nem lettek az enyészeté, mint annyi társuk. Köszönet mindazoknak, akik úgy gondolják, a múlt tárgyai nem a szemét a dombra valók. Házasodjál, ha meg akarsz, vigyel engem, ha el akarsz, de ha engem, jajajaj, elszalasztasz, ilyen rózsát nem szakasztasz. De ha engem, jajajaj, elszalasztasz, ilyen rózsát nem szakasztasz.